Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, még mindig Csornáról, még mindig a Premontrei apátságból, lelkigyakorlatos napjainknak a második napján. Tegnapi napon kicsit a böjtről elmélkedtem, mai napon pedig azt gondoltam, hogy az alamizsnáról beszélnék. Ugye a tegnapi napon is ezzel indítottam, hogy egészen az ókeresztény kortól fogva a katolikus egyházban három olyan dolog van, amelyek kifejezetten a húsvéti készületet segítik az embernek: a böjt, az alamizsna és az imádság. Tegnapi napon a böjtről elmélkedtünk, mai napon pedig kicsit az alamizsnáról beszélnék. Mit is jelent ez az alamizsna? Az alamizsna ma már eléggé régies kifejezésnek hangzik, és sokan vannak, akik azt mondják, hogy le kéne cserélni ezt a szót. Alamizsna helyett valami jótékonyságra, karitatív tettekre, szociális szeretetre, vagy valami ehhez hasonlóra. Én azt hiszem, megteszi nekünk ez az alamizsna is. És kifejezetten azért, mert az alamizsnának az eredeti jelentése, vagy a szónak az eredeti alakja, ugye akár közös az elemózsia szóval is, illetve elemozina, akár már a latinban is így használják. És hogyha az ember így mondja, akkor talán be is ugorhat egy olyan igazából görög kifejezés, amit minden szentmisében el szoktunk énekelni. Hol görögül, hol magyarul. A Kyrie eleison. Ez az eleison, ez ugyanaz a szó, mint az elemózsia, mint az alamizsna. És pontosan ezért az alamizsnának a lényegére ez a szó világít rá leginkább. Kyrie eleison, Uram, irgalmazz. Tulajdonképpen az alamizsna az az irgalmasságnak a cselekedete. Nagyon szabad fordításba úgy is fordíthatnánk, hogy egyfajta irgalmas lelkületet jelent. És én hiszem azt, hogy nekünk keresztényeknek nagyon büszkének kell lennünk erre, az irgalmas lelkületre. Hiszen az látszik, hogy a világ többi nagy vallásában sokkal kevésbé hangsúlyosan van jelen, mint a mi életünkben. De akár mondhatnám azt, hogy az Európán kívüli kultúrákban is. A japán kultúrában ez a fajta irgalmasság az szinte elképzelhetetlen. Gondoljunk csak bele, hogyha valaki elvesztette a becsületét, akkor az életének is vége volt. Nincs irgalom, nincs bűnbánat, nincs helyreállítása a becsületének. Harakiri van. Utána halál van. Nem irgalmasság, és nem bűnbánat, és nem bűnbocsánat. De ugyanez a helyzet akár a keleti vallásokban is. Ha elővesszük reinkarnációnak, az újjászületés tanának a gondolatát, vagy a kereszténységen belül ismeretlen fogalom, tulajdonképpen értelmezhetetlen is. Hogy ez szerint a felfogás szerint, mikor az embernek véget ér az élete itt a Földön, akkor újjászületik. Attól függően, hogy milyen életet élt itt a Földön. Hogyha helyes életet élt, akkor egy magasabb rendű létformában születik újjá. Hogyha akár előtte valamilyen állat volt, és becsületesen élte a maga kis életét, akkor lehet, hogy a következő életében emberré születik újjá. De hogyha egy ember becstelenül élt, sok rosszat tett, akkor a keleti vallásokban előforduló újjászületés vagy reinkarnációnak a törvénye, a karma szerint valami fajta alacsonyabb rendű létformába születik újjá. Tehát aki gonosz életet élt, az mondjuk hernyóként, vagy akár valamilyen kis rákcsálóként. És ha becsületesen éli az életét, akkor majd újra lehet emberré, és újra megvan a lehetősége arra, hogy ha már szinte szentül éli az ő felfogások szerint az életét itt a Földön, akkor eljut a nirvánába, a mennyországba, és feloldódik tulajdonképpen, egyé válik a nagy mindenséggel. És vegyük azért azt észre, hogy ebben a rendszerben nincs helye az irgalmasságnak. Büntetés van. Érdemeknek az elismerése van. Ha nincsenek érdemeid, büntetést kapsz. Visszacsúszol. Alacsonyabb rendűként születsz újjá. Újra és újra, amíg meg nem javulsz. Kedves testvéreim, nagyon távol áll a kereszténységtől ez a gondolat. Még akkor is, hogyha manapság nagyon sokan kokettálnak ezzel a tanítással. Hogy micsoda jó ez, hiszen egy új lehetőség. Egy keleti ember nem új lehetőségként fogja föl, hanem rabságként, ahol nincs megbocsájtás, nincs irgalmasság. Büntetés van, következmények vannak, karma van. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy mi keresztények nem ilyen Istenben hiszünk.
hogy amikor Jézus kinyilvánította önmagát, akkor az atyának ezt az irgalmas arcát mutatta meg nekünk. És arra hívott meg mindannyiunkat, hogy mi is ezzel az irgalmas lelkülettel, ezzel az alamizsnás lelkülettel tudjuk élni az egész életünket. És talán ezért is nagyon beszédes, és mondhatnám, hogy szinte természetes az, hogy a világon az első mai értelemben vett kórházat, ingyenes kórházat Rómában építették az 1200-as évek elején. Más kultúrákban ez egyáltalán nem volt általános. Ha ki akarnám sarkítani, akkor azt mondhatnám, hogy Teréz anyának kellett elmennie Indiába, hogy észrevegye azt, hogy ott emberek halnak meg az utcán. És ne csak észrevegye, hanem azt mondja, hogy én ezért teszek valamit. Ez nem maradhat így. Ezek az emberek többet érnek. Ő volt az első, aki irgalmas szeretettel lehajolt hozzájuk. Előtte ebben a több ezer éves kultúrában senkinek nem jutott eszébe, hogy ez nincs itt rendjén, hogy az emberek az utcán halnak meg egyedül, kiszolgáltatottan és magányosan. Kedves testvéreim, ezek mind-mind az irgalmasságból fakadnak. Ez a mentalitás, ami nekünk természetes. Más vallásokban, a világnak más pontjain ez egyáltalán nem természetes. És pontosan ezért is hangsúlyozza talán ilyen sokszor Ferenc pápa az irgalmasságnak a fontosságát. Mert a világ nagy részén ez nem természetes. Amiben mi beleszülettünk, ami nekünk természetes dolognak, vagy úgy tűnik, mintha járna, az a világ többi pontján egy idegen dolog. Sok helyen sajnos ismeretlen. És az Isten ezért hívott meg bennünket erre az alamizsnás lelkületre. Milyen az igazi irgalmasság, vagy milyen az igazi alamizsna a keresztény embernek az életében? Én azt hiszem, hogy elsősorban nem leereszkedő. Nem lekötelezi a másikat. Nagyon szeretem azt a példabeszédet, amikor Jézus meggyógyítja 10 leprást. És ismerjük a történetet, 10 leprásból egyetlen egy az, aki visszatér megköszönni. És tényleg az egész történetnek van egy ilyen nagy szomorúsága. És mégis, ha az ember jobban belegondol, akkor elmondhatjuk azt, hogy Jézus az Isten fia. Az Isten mindent tud és mindent lát. Jézus pontosan tudta előre, hogy csak egy fog visszajönni megköszönni. És mégsem csak azt az egyet gyógyította meg. Mégis meggyógyította mind a 10-et. Hozzájuk fordult, mert tudta, hogy szükségük van rá. És nincs más, aki ezt megtelje helyette. És azt is tudta, hogy ezért nem fognak. A nagy része nem lesz hálás. És mégis megtette. Kedves testvéreim, az irgalmasságban valahogy mindig ott van ez, hogy elengedem azt, hogy a másik tartozik nekem valamivel. Hogy ezt meg kellene hálálnia. Azt hiszem, ez az igazi Jézusi lelkület, és Jézus is erre hív meg mindannyiunkat. Hogy a jótettekre tudjunk így tekinteni. Mint olyan dolgokra, amik nem a miénk. A hatása nem nálunk csapódik le. A jótettek, amiket végbe viszünk, az én irgalmasságnak a cselekedeteit, tulajdonképpen az Istennek meghosszabbított kezeiként tesszük itt a földön. Nem hozzánk tartoznak. Nem a mi kiválóságunkból fakad. Hanem az Istennek a szeretetében van a gyökere. És ez segít abban, hogy az ember, bocsánat a szóért, ne szálljon el magától. Hogy mekkora szívem van, mennyi mindenkit segítek, milyen jó ember vagyok én. Nem, ezt a szeretetet az Isten öntötte a szívembe. Én csak oda hallgatok az Istenre. És tudok olyan irgalmas lenni, mint az az Isten, aki a szívembe ültette ezt az irgalmasságot. Másik dolog az igazi irgalmas lelkületben, azt úgy mondhatnám, hogy egy nagy adag bizalom. Belelátom a másikba a jobb embert. Említettem Rómában ezt az első kórházat, a világnak az első kórházát. Egyébként itt az oldalán található egy perse, amire tényleg ez a szó van fölírva, hogy elemozína, alamizsna a szegények számára. És ez a kórház nem csak az első volt a világon, hanem ebben a kórháznak, ennek a kórháznak a falába beépítve található, idézőjelbe téve a világnak az első inkubátora. Nyilván nem a mai értelemben vett inkubátorra kell gondolnunk, ahová elhelyezik azokat a csecsemőket, akiket a szüleik vagy az édesanyjuk nem szeretne megtartani, de ennek az elődjére. Úgy kell elképzelnünk ezt, mintha egy fahordó lenne beépítve ennek az épületnek a falába, ami van egy ajtó.
és már egészen korai időktől fogva, egészen a középkortól fogva a rómaiaknak lehetőségük volt arra, hogy azt a kisgyereket, akik nem szerettek volna felnevelni, azt betették ebbe a hordóba, rácsukták az ajtót, és beforgatták a háznak az udvara felé, ahol már ott voltak a szerzetesek, és amikor hallották a forgásnak a hangját, akkor odaléptek, és kivették ezt a kisbabát. Nem látták azt, hogy ki teszi be, nem tudták őt elítélni, hiszen nem tudták, hogy kiről van szó. Hanem megvolt ez a fajta névtelenség benne. Ez a fajta nagy lelkűség. Betették, és gondoskodtak arról a kisgyerekről. Nem nézték azt, hogy kiről van szó, nem próbálták kioktatni, de a történetnek itt nem volt vége. Nincsen vége. Hanem a hagyomány szerint ilyenkor azt a kisbabát, akit egy este betettek, pontosan egy napra rá, éjfélkor, az éjszaka közepén újra kiforgatták ezt a hordót. Azért, hogy ha esetleg valaki meggondolta volna magát, akkor ki tudja onnan szedni a gyermekét, és haza tudja vinni, és mégis fel tudja nevelni. És a római népnek a hagyományában, a szájhagyományában az őrződött meg, hogy bizony minden este 3-4 asszony ott állt ennél a hordónál. Akik aludtak rá egyet, átgondolták a napjukat, és úgy döntöttek, hogy mégiscsak megtartják és fölnevelik ezt a kisgyermeket. Kedves testvéreim, gyönyörű ez a kép. A rendszerbe van beleépítve az, hogy én tudom, hogy te jobb ember vagy, és megadom neked ezt a másik lehetőséget. Én tudom, hogy te egy olyan ember vagy, aki nem hagynád csak úgy ott a kisgyerekedet. És lehet, hogy vannak gyenge pillanataid, lehet, hogy vannak rossz döntéseid, de van második esélyed. Az Isten szeretetét azt nem lehet csak úgy kigyomlálni az embernek az életéből, vagy teljesen eldobni magunktól. Én tudom azt, hogy te jó ember vagy, és megvan az esélyed arra, hogy a rossz döntésedet helyrehozhassad. Anélkül, hogy tudnám, hogy te ki vagy. Anélkül, hogy megszégyenítelek. Anélkül, hogy leszidnálak, vagy elítélnélek. Megadom neked a javulás lehetőségét. Kedves testvéreim, én azt hiszem, hogy az igazi keresztény irgalmasság az valami ilyesmi. Nem elítél, nem megszégyenít, nem leereszkedik, hanem pontosan tudja azt, hogy amink van, azt az Istentől kaptuk. Sokszor a türelmünket, az anyagi javainkat, a szemünket, hogy észrevegyük a másiknak a nehézségét, meg a fáradtságát. És ezekre tudunk így adományként tekinteni. Ha tudunk magunkra úgy tekinteni, mint az Istennek meghosszabbított kezei, az Isten bennünket küld azért, hogy a mi szeretetünkön keresztül szeresse azt a másik embert, akkor soha nem fogunk elszállni magunktól, hogy milyen jó emberek vagyunk, mennyi sok jót tettünk. Hanem az egyetlen dolog, amit ilyenkor tenni fogunk, az a hála. Hálásak lehetünk az Istennek, hogy közreműködhetünk az ő csodáiban, hogy közreműködhetünk az ő tervében. Még akkor is, hogyha nem mindig látjuk az eredményt, ha nem mindig látjuk annak a tervnek a megvalósulását. De fontos azt tudnunk, hogy az Isten újra és újra küld bennünket ezzel az irgalmas lelkülettel. És ha tudunk így tekinteni minden emberre, tudunk saját magunkra ilyen megajándékozott emberként tekinteni, akkor én hiszem azt, hogy ez a fajta irgalmasság nem fog nehezünkre esni. Mert nem azt fogjuk érezni, hogy nekem kell nagyszívűnek lenni, nekem kell megalázkodni, nekem kell már megint a jó fiúnak lenni, már megint mindenki az én véremet szívja, bocsánat a kifejezésért. Hanem azt fogjuk érezni, hogy az Isten meghívott arra, hogy rajtam keresztül szeresse ezt a másik embert. És ne azt nézem, hogy megérdemli, hogy visszatéríti-e, hogy jogos-e vagy nem jogos. Ne azt nézem, hogy 9-en nem jönnek vissza a meggyógyított leprásokból. Hanem azt nézem, hogy az Isten csodát tesz. Általam is, és ma is. Ha tudok ilyen irgalmas lelkülettel élni, és ilyen irgalmas lelkülettel viszonyulni másik emberhez, és saját magamhoz is. Hát én ehhez kívánok sok erőt, és nagy otthonosságot a jó Istennek az irgalmas szeretetében. Amen.